nők tartják a markukba ezt a földet, a világot, úgyhogy arra nagyon vigyázni kell, hogy mit szeretnek a nők. Él egy ember Keszthelyen, aki egész életét a szőlészetnek és a borászatnak szentelte. Hosszú sikeres pályafutása kitartásról, a munka és a szülőföld tiszteletéről, szeretetéről tanúskodik. Őt magát pedig egy egész szakma szereti és tiszteli Európa szerte. Keszthelyen jártunk a híres szőlőnemesítőnél, Bakonyi Károlynál. Tőzsgyökeres zalai ember vagyok. Az apám Söjtörön született, az anyám Zalalövön, és nem olyan régen tudtam meg, hogy a déd nagymamámnak a háza volt a Söjtöri, vagy illetve az Zalalövői tájház. Úgyhogy nagy örömöm volt, hogy hát egy ilyen szépen a déd nagyanyám házát ilyen szépen rendbe tette a város, és mint tájház nagyon szép. Az apám Söjtörön született, a déd nagyapám, még tudom, hogy szőlővel foglalkozó emberek voltak. A déd nagyapám két cikluson, valószínű két cikluson keresztül Söjtörnek az 1800-as évek közepén a bírója volt. Azért mondom, hogy valószínű, mert a Söjtöri monográfiában is kérdőjel van, hogy valójában egy vagy két cikluson volt. Mondtam a Söjtörieknek, hogy valószínű a két ciklus, mert a esti vacsorákat, mulatságokat, egyebeket a déd nagyapámra, mint bíróra, aki akkor még a 800-as évek közepén úgy lehetett bíró, hogy írni, olvasni nem tudott. Viszont a jegyző, meg a többi vezetők a faluba, akik együtt mulattak, együtt ittak, azok viszont olvasni, írni tudtak. És az öregapám fizette, vagy a déd öregapám a számlát. Úgyhogy hát bizony, aztán el is árverezték a két pincét szőlővel együtt és a Söjtöri sarokházat. Így került az apám, egy nincs telenné vált, az öregapám és az apám így került Tapolcára, a Vincellér képezdét végezte el 1900-ban. Na hát ez az én szőlő indítatásom, de a születésem helye, 1921-ben születtem Csopakon, akkor az is Zalához tartozott. Tehát így mondhatom, hogy tőzsgyökeres zalai vagyok. Csopakon az úgynevezett Ranolder püspöknek a birtokán, annak a Vincellér házában most Jászdi István nevű borász kiváló minőségű cserszegit is állít elő. Úgyhogy rendbe hozhatta a pincét és a Vincellér házat. Mondta, hogy hát a nemesítő ott született, illik jó minőségű cserszegit, és valójában azt is állít elő. 1926-ban az apám Badacsonyba került, az Ibos féle 16 katasztrális hold szőlője volt az Ibosnak, annak a Vincellérje lett. Az jelenleg most a Badacsonyi Szőlészeti Kutatóintézetnek az irodaháza és kutatóhelye. Majd onnét 1930-ban az apám elkerült Cserszeg-Tomajra, a Keszthelyi Magyar Királyi Gazdasági Akadémiának, a Cserszeg-Tomai szülőjének a telepvezetője lett. Hát így kerültem én 9 éves koromban Cserszeg-Tomajra ide, Keszthely mellé.